Az utóbbi időben egyre több tanárbántalmazásról készült felháborító videó lát napvilágot. Legutóbb egy mezőtúri iskolában támadtak a diákok tanárukra. A tanáralázó diákokat azóta kirúgták iskolájukból. A tények rövid összefoglalója után iskolai agressziókezelési specialistát kérdezünk a témáról. Ezt mondta az a tanárnő, akit diákjai fenyegettek egy mezőtúri szakközépiskolában. A tanár nevetett, de közben valószínűleg épp hogy nem sírta el magát. A diákok ugyanis folyamatosan kiabáltak vele, papírlappal csapkodták és úgy tettek, mintha meg akarnák ütni. Ráadásul mindezt röhögve videózták a társaik. Az egyik közösségi oldalra töltötték fel a videót, mezőtúron szinte már mindenki látta. Ilyet nem lehet csinálni, ha csak egy mód van rá. Sokan el se akarták hinni, hogy ez történt a helyi iskolában. Verik, lögdösik, és felháborító tulajdonképpen az, hogy idáig fajulnak a dolgok a fiatalság körében. Többen azt mondták, hogy a szülő felelőssége, hogy a gyerekük ilyet megmer tenni egy tanárral. Több jogot adni a tanároknak, fenyíteni, eltanácsolni esetleg, ha olyan a diák, mert ez benne durva nagyon. Úgy tudjuk, hogy a videón szereplő diákokat azóta már kirúgták az iskolából. Kerestük az intézményt is, de nem akartak nyilatkozni. Ráadásul a tanárt fenyegető és megszégyenítő diákoknak a büntetése a kirúgással még nem ért véget. A fiatalkorúakat a rendőrök elfogták és a mezőtúri rendőrkapitányságon előállították. Velük szemben közfeladatot ellátó személy elleni erőszak elkövetése miatt indult eljárás. A témában itt van velünk Novák Ferenc tanár, iskolai agressziókezelési specialista, akit szakértőként kérdezünk az egyre több tanárbántalmazástól. Jó reggelt kívánok, köszönjük szépen, hogy befáradt. Hát egykori tanárként megdöbbenve nézem ezeket a felvételeket, és gyakorlatilag most már azt mondhatjuk, hogy minden hónapra jut egy ilyen, amin az egész ország kiakad, ha szabad így fogalmazni. Egyszerűt kérdezek, van erre megoldás? Hát van megoldás, de nyilván van ennek egy társadalmi oldala, tehát hogy elég széles körben kellene értet tenni, hogy általában kulturáltabb legyen a családi élet, elsősorban otthonról jönnek a dolgok. Tehát ez az egész onnan jön az ön véleménye szerint? Hát külső hatások is vannak, tehát az a sok etikátlanság, amivel egy gyerek találkozik a felnőtt környezetben elsősorban, másodszorban pedig a gyerek környezetben, abból ő mintát képez. Uh-huh. Ezt hogy látja? Van olyan személyiségtípus, van olyan közös pont, ami gyakorlatilag arra sarkalja ezeket a fiatalokat, hogy bántalmazzák a tanárt? Tehát, hogy ugyanazok a típusú gyerekek kerülnek ilyen sztorikba? A gyerekek nem egyformák, és nem hiszem, hogy ez egy típus, viszont két dolgot azt megfigyeltem emögött, a tényező mögött, hogy valaki agresszív, jellemzően agresszívé válik, tehát most nem a pillanatnyi agresszióról beszélek, ami egy gyereknél esetleg ritkán felmerülhet. De amit megfigyeltem az, hogy nem tudnak tisztességesen győzni, és nem tudnak méltósággal veszíteni. Uh-huh. És ezt minden agressziókezelési konferencián vagy pedagógusoknak tartott előadáson elmondok. Egyébként ez 2 és 4 éves kor között nagyon jól kezelhető lenne a társas játékokkal. Azt hogy látja, miért lesz egy fiatal agresszív egyáltalán? Tehát ne kezeljük ezt természetesen szerintem. Hát az a nézőpontom, hogy senki nem születik agresszívnek. Tehát nem láttunk még olyan gyereket, aki pólyában, vicsorgokban úgy született, hogy ő elhatározta, hogy ki fog írtani valakit. Ez egyébként szerencse is. Tehát ha nem születtünk agresszívnek, akkor azt jelenti, hogy van is valamilyen mód visszavezetni egy gyereket, akár 8 éves korban, akár 12 éves korban, azon a vonalon, ahol elromlottak a dolgok, ugyanott visszavezetni egy másik irányba. Hogy lehet? Mennyire kell visszanyúlni? Tehát ön hogy... Ha önön múlna, hogy állítaná ezt meg, hogy próbálna segíteni ezen az egész jelenségen, ami beindult, és ami úgy látszik, hogy egyre gyakoribb. Értem. Van technológia rá, hiszen ha megnézzük, hogy mi a végső eredmény annak, hogy valaki agresszívé válik, akkor látjuk, hogy elveszítették az önbecsülésüket ezek a gyerekek. Nem tudnak tisztességesen győzni, méltósággal veszíteni. Uh-huh. Ha helyre tudom állítani, és erre van technikája például az alapítványunknak, akkor meg lehet csinálni, hogy visszaállítom az önbecsülését, egy önbecsüléssel rendelkező ember nem lop el másoktól, és nem ver meg másokat. Tehát a magyarul ezeknek a mai fiataloknak nincs sikerélményük, hogy nagyon egyszerűen lefordítsam, amit mond? Vagy kevés? Vagy hogy az a siker nem feltétlenül egy etikus hozzáállással
ért el. Uh-huh. Mondhatjuk azt, hogy saját magukkal van bajuk, ezért támadnak a világ a tanár ellen? Hát ez egyértelműen benne van, igen, ez benne van a képben. Mit javasolna a tanároknak? Ők is elképesztően kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek egy ilyen szituációban. Hogyan lehet ezt jól kezelni? Ugye a megkérdezettek mondtak néhány információt, de hát azon a mesdjén haladva megint csak agresszió a megoldás szerintük. Igen, nagyon sok kollégával találkozom, tehát az elmúlt fél évben körülbelül 800 tanárt képeztem arra, hogy hogyan kezeljék az agressziót. Nyilván ennek van egy megelőző módja, és van az, hogy egy agresszív gyereket hogyan tudjunk helyreállítani, tehát mert hogy ő sem rossz, nem született annak, és ezt visszaállítani. Mindenkinek azt javaslom, hogy próbálja meg az emócióit távol tartani akkor, amikor megoldásokban akar gondolkodni. Tehát egy felhevült tanári attitűddel nem lehet megoldani semmit. Azzal gyakorlatilag csak létrehozunk egy ugyanolyan erőfeszítést a másik oldalon, és akkor egy szembenállás van. A kollégáim néha rákerülnek a saktáblára, tehát ahol már csak harcolnak egymás ellen, ezt úgy nevezhetném, hogy játszma állapot. Tehát, hogy a játszma jó, a játszma állapot nem jó, mert az azt jelenti, hogy nem mozog semerre. Ez ilyen volt a múlt évben is, idén is ilyen. A játszma az jó, mert annak van egy célja, amit el lehet érni. És amikor egy pedagógus azt veszi észre, hogy ugyanabba a folyóba lép minden nap, akkor arra kérem őket, hogy lépjenek hátrébb a saktábláról, hagyják abba az emócióik használatát. Tudom, hogy ez nem könnyű, tehát a kollégáim iszonyatosan túl vannak terhelve. De hogyha belegondolnak, hogy az a gyerek, ő is egy személyiség, és hogy valamikor még jól mentek a dolgai, akkor ha közelengedi magához, akkor meg lehet változtatni. Ezek a gyerekek vágynak a figyelemre valójában, de már nem kapják meg, hiszen már annyiszor tapasztaltuk, hogy nem mond igazat, hazudik, vagy hogy mit művel. Mit gondol arról, hogy mi most erről itt beszélgetünk, és egyre többet beszélgetünk bele, ezzel kapcsolatban híradásokban, újságban, tévében, rádióban, csak erről van szó. Ezeknek a gyerekeknek az egyik célja az, hiszen ezért veszik fel, hogy minél többen lássák. Uh-huh. Jót teszünk mi azzal, hogy mi most itt erről beszélgetünk? Mindenképpen, mert azt hiszem, hogy elsősorban a felnőtt társadalomnak ideje lenne felébredni, hogy közösen, hát nagyon sok szegmensben tennünk kéne azért, hogy a gyerekek nagyobb figyelmet kapjanak. Nem lehet azt hinni, hogy egy gyereknek, ha enni adunk és ruhája van, akkor ő nevelve van. Uh-huh. És a nevelés nem egy 20 percnyi etap. A nevelés egy folyamatos vonal. A gyerek elsősorban példából tanul. Ha a felnőtt elsősorban a családból, de utána a gyerek társadalomból is azt látja, hogy agresszívan lehet célt érni, akkor sajnos ezt a mintát fogja elsajátítani. Hogyha valaki kezelhetetlenül agresszív, az jónak tartja, hogy kiragadják abból a bizonyos környezetből, és betegyék mondjuk egy speciális iskolába? Uh-huh. Vagy mondjuk csak eltanácsolják az iskolából. Uh-huh. Igen, hát ugye az eltanácsolással azt érjük el, hogy máshová toljuk át a problémát, ugyanakkor ha annyira nehéz a helyzet, hogy az egész, az maga a közösség nagyon, tehát túlzó mértékben megszenvedni, és hát akkor most kérdés, hogy mi a túlzó mérték, akkor én megértem azokat a pedagógusokat, akik eltanácsolják onnan a gyereket, de ez a legutolsó lenne, amihez fordulni. Hát én foglalkozom személyesen is gyerekekkel, főleg annak érdekében, hogy technikákat csiszoljak ki. Igyekszem olyasmiket átadni a tanároknak, amivel meg tudják oldani. Olyan gyereket is meg tudtam fordítani, aki egy éve minden nap, ezt, ahogy mondom, minden nap leköpött legalább egy osztálytársát. Ezt bárhonnan eltanácsolnák, nem? Egy iskolában, uh-huh. Én csodáltam az iskolát, és mégsem történt. Kitartottak? Tessék? Kitartottak, és... mert csődnek élték volna meg, hogyha elengedik. Hát igen, meg nagyon szociálisak, a pedagógus társadalom nagyon szociális, hála Istennek. Tehát, hogy... Sajnálom, hogy csak ennyi időnk jutott, de köszönjük szépen, hogy tudtunk róla beszélgetni. Köszönjük, hogy itt volt.